kormány döntött arról, hogy azonnali segítségként 1 millió eurót juttat el a maronita szívegyháznak a libanoni beiruti robbanás következményeinek enyhítése érdekében. A miniszterelnök levélben is együttérzését fejezte ki a libanoni miniszterelnöknek. A külügyminisztériumnál rendelkezésre álló információk szerint magyar sebesült, illetve halott nincsen. A pénz a mai napon meg fog érkezni, tehát tegnap már a pénzügyminisztérium a Hungary Helps-hez átutalta, és Azbej Tisztán államtitkár úr pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy a mai napon a Hungary Helps, az egyébként korábban is általunk már támogatott szír katolikus egyházhoz eljusson, akik ott ezt a robbanás következményeinek enyhítésére próbálják felhasználni. A kért tegnap este Libanon segítséget, műszaki személyzetet is a belügyminisztériumtól este 7 órakor. 50 percen belül jeleztük a készségünket arra vonatkozóan, hogy segítséget küldjünk, és mai nap ez hivatalosan is meg fog történni. Azt reméljük, hogy a teljes körű kivizsgálás az eseményeknek azt fogja igazolni, hogy nem áll szándékosság a történések mögött, és a kormány együttérzését fejezi ki a libanoni népnek.